Tele a parkoló a hipermarket előtt Romániában. Nagyváradra sokan járnak Magyarországról, mert az alacsony áfa miatt ott jóval olcsóbb élelmiszert vásárolni. Azért járunk át jobban, hogy a gyerekeknek egy kis csemege inkább, mert itt ugye 5-6 ezer forintban a gyerekek egész hónapig csemegéznek. Magyarországon ugyanis Európában a legmagasabb, 27%-os az áfa. Ezzel szemben Németországban például 19, Ausztriában és Romániában 20, Dániában 25% az általános áfakulcs, az uniós átlag mindössze 21,4%. A magyarok többsége alacsonyabb áfát akar, legalábbis ez derül ki a Nézőpont Intézet nem nyilvános kutatásából, amelyet az Index szerzett meg. Eszerint a válaszadók 22%-a ért egyet azzal, hogy a kormány januárban 16-ról 15%-ra csökkentette a személyi jövedelemadót, 62% inkább azt szerette volna, ha az áfa kulcsa lenne kisebb. Ha kisebb lenne az áfa, elvileg mindennek olcsóbbnak is kellene lennie a boltokban, a televíziótól kezdve a nyári guminát a ruhákig. Vámosi Nagy Szabolcs adószakértő szerint azonban 1%-os áfa csökkentés körülbelül 110 milliárd forintjába kerülne a költségvetésnek, kicsit csökkenteni pedig azt mondja nem érdemes, mert 1-2%-os csökkentés nem jut el a vásárlókhoz. Az árban akkor lenne ez kézzel fogható, hogy tetten érhető, ha legalább ilyen 5-8-10%-os csökkentést valósítana meg az ország, amire bizonyára képtelenek vagyunk, mondom, hát az több mint 1000 milliárd forint lenne. Az MSZP szerint a 27%-os kulcs miatt olyan sokan csalnak az áfával, hogy megérné csökkenteni. Ők legelőször az élelmiszerek áfáját mérsékelnék. Követeljük, hogy az összes fontos alapvető élelmiszernek az áfáját csökkentsék le 5%-ra. Ilyen brutális élelmiszeradó nincs sehol Európában, csak Magyarországon. A kormány adópolitikájának lényege, hogy alacsony jövedelemadó mellett viszonylag magasak a fogyasztási adók. Kérdésünkre, hogy a Nézőpont felmérése alapján várható-e áfacsökkentés, azt írták, a sertéshús és a lakásépítés áfája már csökkent, de idézem, adócsökkentés csak az ország gazdasági teljesítményéből eredhet, eladósodásból nem. Bár a Nézőpont felmérése szerint az emberek inkább az áfa és nem a személyi jövedelemadó csökkentését várnák, a kormány hosszú távú céljai között mind a kettő szerepel. Varga Mihály gazdasági miniszter legalábbis korábban azt mondta, a ciklus végére egy számjegyű, azaz 10% alatti lehet a jövedelemadó, és a 27%-os áfát is csökkenteni szeretnék. Losonczy Gergely, RTL Híradó, Budapest.